fél hatkor a gyönyörű tavaszi nap sugaraiban fecskendeztem be, az asztalomon lévő fecskendővel az ugyanott pihenő oldatból az első adagot. 0,02 g morfint. Igaza van Desirének? Mi furcsa, kit élve imádtunk, szerettünk, a kihűl, rögös földölébe tesszük. Nincs többé köztünk, és mi gondtalan járunk, kitörölve könnyünk, éljük a világunk. Kilobbanunk mindígy, minket nem síratnak. Emlékünk is része lesz egy rövid napnak, de mit is érne a sírás, rívás, bánat? Hisz haló porunkból fel, senki sem támad. Lujza, rögtön fel kell menni a mamához, siessen. Mondja meg neki, hogy a Janika beteg, és kéretem mindjárt jöjjön le. 39,6. Ez a gyerek még tegnap este tökéletesen egészséges volt. Ha Aranka mérte, az akkor annyi is volt. Ennek a gyereknek tegnap este még semmi baja nem volt, én erre pozitíve emlékszem. Pozitíve emlékszem. Ma kaptam levelet Bródi Sándortól. Örültem, mert olyan dolgokat fedezett fel a kályhámban, amikre nem is gondoltam. A levél így szól. Ritka egyszerűséggel van megírva, formában, kifejezésében meglepő, a tárgya azonban szegényes, más ilyen kicsiny zsánerképeket kérek, azt hiszem jó, sőt, föltűnőt fogok kapni öntől. Küldjön és írja meg, mi az életpályája kora, üdvözlettel, Bródi! Nézzük előre az életbe! Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz! Mégis vaserővel kétszerítem magam, hogy írjak, írnom kell!